Ugye a Magyar Nemzeti Estek most már sokadjára 12. alkalommal jelentkezik Csepelen. A mai rendezvényünknek a címe, hogy mit tegyünk, hogy túléljük, és az előadót pedig fogadják meg szeretettel Rozgonyi Ernő urat. Egy-két bejegyzést azért felolvasnék Ernő bácsival kapcsolatban, hogy miket kommentelnek, miket írnak róla, mi a véleményük az ő felszólalásai munkásságáról, és hát ezek a kommentek általában meghatározzák az emberek véleményét, főleg, hogy egyre jobban az interneten szerveződnek a pártok, illetve az egyesületek. Akár egy évvel ezelőtt, vagy 6 hónappal ezelőtt, ugyanúgy mondhatom, mert folyamatosan van beírásban az első, ugye, pártállástól függetlenül, na végre valaki, aki látja, sőt érti, mi a probléma. Ez az az ember egyedül többet ér, mint a kétharmad egészen. Illetve van ilyen bejegyzés is, hogy így kell beszélni egy magyar gazdasági miniszternek. Ezt a felvételt minden egyes ülésnapon kötelezően le kellene vetíteni, és az összes képviselőnek kötelező lenne a jelenlét. És utána indulhatna csak el az ülésnap. Illetve a harmadik ilyen bejegyzés, aki nem ért egyet Rozgonyi Ernő úrral, az vagy hülye, vagy nem ebben az országban él, vagy saját zsebébe dolgozik szemjövőt, csak a nemzet. Hát én azt gondolom, hogy ezek a kommentek, illetve, és csak ilyen jellegű kommentek, illetve hozzászólások, vélemények vannak Ernő bácsiról, de én azt gondolom, hogy inkább hallgassuk őt, fogadják nagy szeretettel. Van egy érdekes cím. Hogy lehet ezt túlélni? Mit? Hát azt a helyzetet, amiben az ország bele süllyedt. Hozzáteszem, hogy ha erről beszélünk, hogy hogy lehet ezt túlélni, akkor azért azt sem árt tisztázni, hogy hogy került ez az ország ebbe az állapotba. Mi is történt velünk tulajdonképpen? Milyen rendszerváltás volt? Nem. Módszerváltás volt, ugye ezt mondjuk ma már. Sőt, ugye az 56-osok azt mondják, hogy kimentek a tankok, bejöttek a bankok, mindegyikben van valami igazság. De hát, hogy jutott ez az ország oda, hogy ma nincs ipar, ahol ott volt, nincs élelmiszeripar, ahol ott volt, igen gyenge a mezőgazdaság, alatt egy erős mezőgazdasággal rendelkező ország voltunk. Mi van ebben az országban? Hogy lehet az, hogy már nincs pénzünk semmire? Hogy lehet az, hogy kormányok jönnek, mennek, és ennek ellenére az ország állapota nem, hogy javulna, hanem egyre lejjebb megyünk. Minden évben azt mondjuk, hogy kérem, hogy már nem lehet lejjebb menni, aztán kiderül, hogy dehogy nem lehet. Lehet. Még mindig lehet lejjebb menni. És sajnos úgy néz ki, hogy még lejjebb is fogunk menni. Mi ennek az oka? Hát hogy jutottunk idáig? Na most ez azért fontos, mert aki ezt megérti, az azt is megérti, hogy miért olyan borzasztó nehéz ebből az állapotból kikerülni. Tudnék, ugye azt azért általában mindenki tudja, hogy rombolni, azt viszonylag gyorsan lehet valamit, felépíteni az sokkal nehezebb és sokkal bonyolultabb. Különösen akkor bonyolult, hogyha most már hagyjuk a hasonlatnál, hogy az építésnél, hogyha mondjuk a pallér meg a mérnök, az tulajdonképpen arra dolgozik, hogy ne tudjon fölépülni semmi. Mert körülbelül így néz ki ez az ország. Hol indult el ez a folyamat? Ez a folyamat még a Kádár rendszerben indult el, ahol egy Fekete János nevezetű, aki akkor ugye a Nemzeti Banknak az alelnöke volt, nevezetű pasas, megetette tulajdonképpen az akkori központi bizottsággal, meg a Kádárral, hogy hát nincs itt gond, hogyha valami pénzügyi zavar van, ő bármikor tud szerezni pénzt, olcsón, egyébként se hitelt gyönyörű dolog fölvenni, jaj, de jó lesz bőven pénze az államnak, ezt lehet csinálni, azt lehet csinálni, amazt lehet csinálni. És így született az első megállapodás az IMF-fel, vagy IMF-fel, és vettük föl az első hitelt. Hozzáteszem, az első hitelt, azt azóta 5-ször visszafizettük, de még mindig törlesztjük. Mert ilyen feltételek mellett kerültek ezek a hitelek felvételre. Hadd tegyem hozzá, hogy Fekete János nem azért szerezte meg ezt a hitelt az akkori úgynevezett szocialista kormánynak, mert ugye égetően szükség volt rá, hanem azért szerezte meg,
mert már akkor ő egy beavatott ember volt, akinek ez volt a feladata, hogy tessék rábeszélni ezt az idióta szocialista vezetést, majd ezek előbb-utóbb be fogják venni a cucrit, fölveszik a pénzt, és elkezdjük kiépíteni a saját rendszerünket és a saját frontunkat. Hát így történt, ezt kérem szépen, hogy Fekete János úr már eleve beindította tulajdonképpen az egyik olyan csatornát, amelyik elvonja a pénzt az államtól, és ezért az államnak nincs arra ereje, pénzügyi ereje, hogy ezt a gazdaságot működtesse, helyrehozza, beindítsa. Hozzáteszem, hogy ugye általában hitelt fel lehet venni tisztességes feltételekkel, ez az egyik, a másik pedig, hogy nem mindegy, hogy mire fordítom. Ha olyasmire fordítom, aminek semmilyen hozama nincs, akkor a hitelt nem szabad fölvenni. Hitelt olyan célokra szabad fölvenni, iparfejlesztés, ipari termékeknek a műszaki fejlesztése, tehát, hogy mondjam, a korszerű termékek előállítása érdekében szabad felvenni, a beruházásra, vagy már meglévő termékek korszerűsítésére, technológia vásárlásra, erre, arra, amarra, mert ez meghozza azt a jövedelmet, ami mellett adót is tudok fizetni, nem megyek tönkre, és a hiteleimet is rendezni tudom. Na most ugye ezt is tudjuk, hogy ma Magyarországon, de nem csak ma, hanem 22 éve Magyarországon tisztességes hitelfelvételi lehetőségek nincsenek. Na hát, hogy is alakult ez ki? Mert ugye mi még a feketénél tartottunk, most jöjjünk egy kicsit közelebb. Elindult a rendszerváltás folyamata először fejben, ugye a beavatottak már tudták, mi többnyire még nem tudtuk, hogy itt mi fog történni. És ezek már előkészítették a terepet. Itt különösen kiemelt szerepe van az első, lehet az utolsó szocialista kormánynak, ahol ugye a Németh Miklós volt a miniszterelnök, mert ők már tudták, hogy tulajdonképpen át kell alakítani az országot egy tőkés gazdasággá, és azt is tudták, hogy ha ezt nem ők csinálják, és nem megfelelő módon csinálják, akkor ugye nekik tulajdonképpen végük van, hiszen a hosszú uralkodásuk alatt semmi más nem bizonyítottak be, mint azt, hogy szolgai módon kiszolgálták a szovjet hatalomnak az összes kívánságát és parancsát. No hát most ugye miután ők már tudták, és ez egy fontos dolog, hogy ők már tudták, akkor amikor még a tömegek nem tudták, hogy itt mi van, akkor előkészítették ezt a rendszerváltást. Hát hogyan? Hát az első dolguk volt ugye a privatizáció lehetőségének a megteremtése, amikor még szó nem volt privatizációról, de a lehetőséget megteremtették, azaz a társasági törvényt megteremtették, és megteremtették annak a lehetőségét, hogy a TSZ-ek föllazuljanak. Ugye a TSZ-ek akkor már többféle melléküzemágat is foglalkoztattak, és az új törvények, amiket még ők hoztak, lehetővé tették azt, hogy a TSZ elnökök és a hozzájuk közel állók a TSZ-ből az összes olyan dolgot ki privatizálják maguknak és a családjuknak, ami jövedelmező, és gyakorlatilag ez történt néhány gyárral is, amelyiknek több vertikuma volt, hogy azokat a vertikumokat kiszervezték és átalakultak társaságokká. Természetesen a régi nomenklatúra vezérkara jutott ezekhez a cégekhez, és ők kezdték el ezeket a cégeket üzemeltetni, vagy eladni, vagy bármit csináltak vele, hiszen ők voltak az új tulajdonosok. Kérem szépen, ez a úgynevezett spontán privatizáció, akkor ezt úgy szokták nevezni, tehát amikor még hivatalosan nem volt ilyen, de a jogszabályok már lehetővé tettek bizonyos dolgokat, na ezzel rengeteg ember visszaért. Hogy ez egy milyen óriási dologról van itt szó, hadd mondjam el azt, hogy egy Jan Christensen nevezetű kutató, közgazdász kutató, azt állítja, hogy a számításai szerint ő egész Európára megcsinálta ezt, valamennyi volt népi demokráciára, és azt mondja, hogy Magyarország a 80-as évek óta, a 80-as évek vége óta, ugye amikor ez a spontán privatizáció elkezdődött, 242 milliárd dollárnyi magántőkét menekített ki a világ különböző adóparadicsomaiban. Tehát egyszer, hozzáteszem, ez az összeg, ez több, mint a kétszerese annak, amivel Magyarország a teljes adósságállománya.
Tehát ez egy bődületesen nagy összeg. Ez úgy tűnt el a magyar gazdaságból, hogy itthon semmi nem maradt belőle, kikerült offshore bankokba, offshore ilyen szigetekre, ugye, amelyek nem adóznak, adóparadicsomokba, és ott legeltetik ezt a pénzt, hogy onnan fektetik be különböző dolgokra ezeknek a pénzeknek a tulajdonosa. Tehát egy őrületes pénzkivonás történt, körülbelül 86-tól 90-ig a rendszerváltozásig. Ez egy bődületesen nagy összeg, kérem szépen. Utána mi következett? Hát utána ezt az összeget kivonták, ezt a hatalmas összeget kivonták az országból. A rendszerváltás úgy érte ezt az országot, hogy kiírták a szabad választásokat, megalakultak ugye előtte a pártok. A pártok élére legtöbbször olyan emberek kerültek, akik a régi rendszernek beépített emberei voltak, mondom példát rá, például a kereszténydemokrata néppártnak az elnöke, ugye egy keresztesi nevezett úriember volt, akiről kiderült, hogy beszervezett kém volt, mint tudom én, előkerült ugye a ki tudja honnan egy, olyan emberek, akik a fene tudja, mit keresnek egy új rendszerben, például hogy kerül az MSZP élére a Horn Gyula, aki tulajdonképpen pufajkásként ugye 56-ban fellépett, és aki a magyar politikai életben jelentős szerepet vállalt. Hát így történt meg az átmentés részben a vagyonon keresztül, részben pedig ugye az erőltetett békés átmenet címszó alatt, ahol azt mondták, hogy hát persze, hát Horn Gyula mit mondott? Ez az igazi cinikus szöveg. Azt mondta, kérem, hát eddig a szocializmust építettük, most a kapitalizmust fogjuk építeni. Kész, ennyi. És akkor mondták, na tehát maga a pufajkás volt, akkor meg azt mondta, hogy na és? Hát ez ilyen egyszerűen működő. Mit kapott az új kormány? Az új kormány kapott ugye egy csomó kétes egzisztenciát, akinek fogalma nem volt arról, hogy egy államot hogy kell vezetni, és tapasztalatok hiány, meg valószínűleg zsarolhatóság révén elhitték, vagy legalábbis úgy csináltak, mintha elhitték volna mindazt, amit kívülről sugalltak nekik. Mert ugye ugyanazok, akik feketén keresztül már a szocializmus idején is hitelfelvételre próbálták rávenni, és rá is vették ugye a magyar államot, azok továbbra is, mint okos, hogy mondjam, ötletadók, ugye, mint tanácsadók működtek ebben az országban, és azok mind egyöntetően, hiszen egyféle branchoz tartoztak, ugye azt mondták, hogy hát miután nincs pénzetek, ugye, és közben privatizálnotok kell, hát egy dolgot lehet csinálni, el kell adni tőkeerős cégeknek ugye a meglévő iparatokat, meg a meglévő feldolgozó üzemeiteket, és mindent az ég egyet a világon szépen el kell adnotok, mert nincs pénzetek, nem tudjátok üzemeltetni ezt az országot, nem megy a dolog. És hát ugye, hogy az alapvető kiadásokra legyen valami kis alapotok, hát azért persze megint kölcsönt is fel kell venni, és így indult el, ugye részben a kölcsönlavina, részben ugye, mint mondtam, hogy óriási összeget már kivontak az országból, és utána jött a következő lépés, egy olyan privatizálás, amire nincs példa egyetlen egy volt népi demokráciában sem. Ezt hozzá kell tennem. Tehát itt vagy különösen buták és hülyék és ismeretek hiányában lévő emberek vezették az országot, vagy zsarolhatók voltak, vagy maguk is egyetértettek azzal, hogy ezt az országot ezt így kell árusítani. Mert a saját érdekük ezt így kívánta. Nincs más megoldás, kérem szépen, mert ennyire buta nem lehet egy ember, aki elvállalja egy országnak a vezetését, hogy ne tudja azt, hogyha egy országot szép szisztematikusan megfosztanak mindentől az ég világon, többek között a termelőeszközeitől, ugye a gyáraktól, az ipartól, a piacaitól, hiszen amikor eladtuk például az élelmiszeripart, akkor nem az élem, a gyárakat vették meg, hanem a piacot vették meg, amit ma már tudunk, hiszen tele vagyunk külföldi áruval, élelmiszerrel, és közben a saját magyar élelmiszeripar ugye teljesen megbedöblött. Tehát tulajdonképpen megtörtént egy olyan privatizáció, amire még egyszer mondom, nincs példa sehol egyetlen egy volt népi demokráciában sem. A csehek például dolgozói részvénytársaságokat hoztak létre. Tehát úgy privatizáltak, hogy a dolgozók lettek a tulajdonosok, nem külföldieknek adták el, ezt úgy oldották meg, hogy ők vállalták annak a kockázatát, és olcsó kölcsönöket adtak például ezeknek a cseh
dolgozóknak, akik részvényeket vettek és megvették az üzemeket, és azóta is üzemelnek ezek. Vagy, ha külföldit hoztak be, akkor olyat hoztak be, mint a Volkswagen művek, ugye a Skoda művekhez, amelyik nem vette el a Skoda nevét, maradt továbbra is Skoda, továbbra is úgy tekint rá mindenki, mint csehszlovák gyártmányra, mert a már lejárt német licenszeket szépen sorba átadják a Skoda műveknek, és a Skoda művek ma már olyan gépkocsikat gyárt, amit az egész Európában el lehet adni. Tehát mindenki okosabban, bölcsebben csinálta ezeket a dolgokat, mint én. Ezek nagyon fontos dolgok, mert ha ezt nem tudjuk, akkor elhisszük azt, hogy azok a kormányok, amelyek eddig hatalmon voltak Magyarországon, ezek tulajdonképpen mind jót akartak, ugye, csak hát Istenen, hát volt válság, meg volt ez, meg volt az. Nem. Ezt az országot tudatosan, szándékosan belevitték egy olyan pályába, ami mindentől függetlenül, minden világválságtól függetlenül olyan állapotba vezette az országot, amit gyarmati állapotnak nevezünk, és ennek valamennyi ismérve ma már Magyarországon megtalálható. De nem csak ezek a pénzszivattyúk működtek, hanem működött más pénzszivattyú is. Például ugye önmagában ez is egy pénzszivattyú, hogy megtiltották a Nemzeti Banknak azt, hogy egy bankként működjön. Ami mit jelent? Azt jelenti, kérem szépen, hogy a Nemzeti Bank, amely csak negyében magyar és nemzeti, és semmi köze magyarokhoz, meg a nemzethez, ugye ez csak olyan pénz bocsáthat ki, amit előtte ő megvett külföldi valutába, és annak az összegnek megfelelőt nyomhatja ki. Azaz, tulajdonképpen elvesztette a jegybanki funkcióját, nem ő látja el az országot bankjegyekkel, nem ő felügyeli az országban működő bankrendszert, hanem ez mind kívülről történik. Ezt is valamennyi kormány tudomásul vette. A Fidesz is, mert ugye amikor itt tavaly elkezdték a Nemzeti Bankot újra szabályozni, mert azt hittem, hogy na talán magukhoz tértek. Na de hát nem értette az ember, mert az újra szabályozás tulajdonképpen semmi olyat nem hozott. Továbbra is az van, hogy a Nemzeti Bank az független, csak egy valamitől nem független, az pedig az Európai Bank, az Európai Közös Bank. Noha nem vagyunk az Európai Uniónak úgy tagjai, ugye, hogy euróval fizetnénk, hanem csak külső tagok vagyunk, tulajdonképpen idézel ezt a külsőt, mert hiszen a Schengeni Egyezménynek még nem tudtunk megfelelni, tehát nálunk még forint a fizetőeszköz, és amíg egy országban az adott ország valutája érvényes, addig tulajdonképpen a Nemzeti Bankoknak a feladata volna a pénzellátás is, és hadd tegyem hozzá, hogy az összes működő banknak a felügyelete is. Tehát ez is azt jelenti, és ez egy egyik oka például annak, hogy a forint miért romlik ilyen borzasztó módon. Hát megnézzük a világot, szóval szétnézzünk, egész Európában sehol olyan gyors pénzromlást nem fognak találni, mint Magyarországon. Azért nem, mert nekünk nem csak a nyomdaköltség az, hogy kifizetek, kidomok pénzeket, hanem meg kell vennem a lehetőségét, azaz külföldi pénznemeket kell megvásárolnom, és annak fejében, miután azért kamatot is fizetek, annak fejében adhatok ki forintot. Ezek elképesztő állapotok, kérem szépen. A történelem során ilyen Magyarországon még nem igen fordult elő. Igen ám, de ugye miközben elkezdődött ez a privatizáció, ami azt is adtam hozzá, hogy ma már tudjuk, hogy a privatizált vagyont azt átlagában az értékének körülbelül a 10%-ára adtuk el. És akkor ebben még nincs benne az, hogy ugye ezzel mindig piacot is adtuk el. Így jutott például ugye a MAL-hoz az a társaság, az a régi, kipróbált bolsevik társaság, amelyik ma ugye a magyar alumíniumiparnak a feje. Részben a Devecseri, illetve ugye azon a részen működő, részben a Duna mellett működő, amelyik ugye Gyurcsány Gyurát érdekel. Ezek mind olyan vagyonok, amiket úgy jutottak hozzá, hogy nevetséges áron jutottak hozzá, az értékének 10%-án jutottak hozzá, és azóta a fejlesztést az ég egy adta világon semmit nem hajtottak végre. Kérem szépen, döbbenetes, ha az ember belegondol abba, hogy nem csak az élelmiszeripart adtuk el, hát eladtunk olyan iparágakat, amihez semmi nem kell tulajdonképpen. Még a szocializmus idejében, a 80-as években történt ez is, rekonstruálták a teljes magyar tégla és cserépipart. Olasz gépsorokat vettek be, azokat állították be
időszakban. Mi történt? Eladjuk a teljes építőket. Ma osztrák gyárak gyártják a téglát válunk. De mi magyarok olyan hülyék vagyunk, ugye, hogy a saját anyagunkból nem tudunk téglát gyártani. Igaz, hogy 1000 évvel ezelőtt már tudtunk, most nem tudunk. Döbbenetes, ha az ember ebbe belegondol. Ugyanez a cementtel. Hát a magyar cementipar hol van? Nincs. Cement valaki építkezik, cementet honnan vásárol? Innen, onnan, ahonnan, csak magyar cementgyárak. Pedig a magyar cementgyárak is viszonylag újak voltak, vagy rekonstrukcióra mentek keresztül, tehát nyugodtan lehetett volna tovább üzemeltetni. Tehát elképesztő, ha ebbe belegondol az ember. Na most ehhez hozzájött még az, hogy rábeszélték a kormányt arra, hogy hát úgyis gomba vagytok állandóan ugye a nyugdíj alapokkal, ezzel, azzal, amazzal, tegyétek kötelezővé a magány nyugdíjpénztárt. Igen, ám, de hát ezt kötelezővé csak úgy lehetett tenni, hogy azt mondták, ugye, hogy kérem, kötelező a magány nyugdíjpénztár alkalmazása, és a magyar állam az minden befizetett összeg után, minden forint után, az állam is befizet egy forintot ugye ebbe a nyugdíj alapba, ami most már nem a magyar állami, hanem egy magány nyugdíj alap. És ezzel mi történt? Hát ezzel az történt, kérem szépen, hogy az emberek átmentek a magánnyugdíjpénztárba, nem a magyar nyugdíj alapban fizették be a nyugdíj alapot, sőt a magyar állam még fizetett azért, hogy ő betegyék a magánbankba. A magánbankok, amik megalakultak viharos sebességgel, ugye, azok pedig ezt a pénzt mire használták föl? Hát arra, hogy külföldi beruházásokat finanszíroztak vele. És most, amikor végül is megtörtént a leállamosítás ennek az egész rendszernek, akkor kiderül az, hogy hát, a legtöbb helyen még az a pénz sincs meg, vagy az sem volt meg, amit befizettek, nem hogy még gyarapodott volna. Tehát ezek elképesztő dolgok, ha az ember belegondol. Na most ezek mind pénzszivattyúk, amik mind azért működnek és azért működtetik, hogy ennek az országnak, ha véletlenül olyan kormánya lenne, amely tényleg szeretne valamit csinálni ezért az országért, annak anyagilag ne legyen meg rá a lehetősége. Tehát ez pokoli módon ki van terevelve, gyönyörűen meg is oldották ezt a problémát, és amikor az ember ezt szóvá teszi, meg ezt az egész folyamatot elkezdi boncolgatni, azt szokták mondani, hogy összeesküvés elméleteket gyártasz. Nem kell nekünk összeesküvés elméleteket gyártani, mi benne élünk. Benne vagyunk az összeesküvésben, és sajnos erre nincs mentség. Erre nincs mentség, mert ezt a saját kormányaink segédletével lehetett csak végrehajtani, beleértve ebbe valamennyi eddig kormányon volt vezetőt. Valamennyi. Na most törvényszerű, hogy egy ország, amelyiket megfosztanak a termelőeszközeitől, külső-belső piacaitól, megfosztják a saját pénzével való rendelkezés jogától, hiszen a monetáris politikát, ugye amelyik a hiperpolitika tulajdonképpen, meg devizapolitika, vagy amit a Nemzeti Bank csinál, abban a magyar államnak nincs beleszólása. Addig, amíg Európában 2-3%-os infláció mellett 0,5%-os az alapkamat, addig nálunk elengedték, ki tudja miért és milyen okokból az inflációt, és mellette még az inflációt is meghaladó mértékű az alapkamat. Hát ki az, aki ilyen feltételek mellett kamatot tud fölvenni? Úgy, hogy azt vissza is tudja fizetni, és közben maga is megél. Lehetetlen. Ez is egy teljesen szándékos dolog. Nehogy ez a bűnös magyar végre magára találjon, és valamit tudjon produkálni. Na most, ha ezt tudjuk, hogy ez szándékos, akkor azt is tudjuk, hogy ugye nem elég szomorkolni, nem elég azt mondani, amit Orbán úr szokott mondani, hogy a szabadságharcot vív, mert nem tudom, hol vívja. Ugye annyit elért vele, hogy egy csomó pénzügyi nagyságot, amelyik bizonyos mértékig, amelyiktől függenek az országnak az állapot, azt megsértett, ezt elérte vele, ki tudja milyen szándékból, de gyakorlatilag mindenben végrehajtja azt, amit az Európai Unió és a mögötte álló pénzhatalom, illetőleg, amit a IMF, illetve a Világbank akar, amelyik szintén csak szócsöve, ugye a globális nagytőkének ugye a eszköze, amelyiken keresztül bonyolítják azt, amit ők úgy hívnak, hogy ugye ezt a szocializmus úgy hívták, és még énekelték is, hogy nemzetközivé válik majd a világ, ugye, vagy holnapra a világ, valami ilyen volt,
Hát most ugyanezt történik, ugye magyarul minden nemzetet meg kell szüntetni, ki kell írtani, már nemzet tudatot, és aki ezt hajlandó tudomásul venni, az beszállhat ugye a rabszolga munkába, igen alacsony pénzért, mert hát csak úgy én úgy éri meg, úgy lehet mindig több pénzt kivonni az országba. Ezt milyen országgal lehet megcsinálni? Hát egy gyarmattal lehet megcsinálni, amelyek önálló akarata nincs. Na most a monetáris politikát, mint mondtam, az a Nemzeti Bank vitte, most pedig az Európai Unió már azt is megszabja, hogy milyen költségvetés politikát kell csinálni, ami ugyan a magyar parlamentnek a dolga lenne, meg a magyar államé, de nem azt csináljuk ma már a saját költségvetésünkkel sem, amit jónak látunk, hanem azt, amit kívülről megengednek. Na most ugye ilyen körülmények között, még ha akarna valaki valami helyben ilyen megoldással valamit csinálni, hogy ez a társadalom magához térjen, borzasztóan beszűkülnek az eszközei és a lehetőségei. Szinte azt kell mondanom, hogy kilátástalan a helyzet, ha az ember az erőviszonyokat is fölméri. És mégis azt kell mondani, hogy érdekes módon vannak országok, amelyek bebizonyították azt, hogy ezt túl lehet élni, sőt, nem csak túl lehet élni, hanem át lehet állítani más vágányra is az országot, minden külső nyomás és erő ellenére. Egy ilyen példa például Argentína. Argentínában 10 évvel ezelőtt, kérem szépen, ugyanaz volt, mint ma a görögöknél, teljes lerobbanás a kölcsönök miatt. Olajukat, az amerikai olajipari vállalatok üzemeltették a bányászatot is, meg a finomítást is, és tulajdonképpen ott is minden nagyobb iparcégre rátette a kezét valamelyik amerikai vállalat. Náluk is elindult ez a gyarmatosodási folyamat, leültek, teljesen tönkrementek. Jött egy olyan elnök, aki valóban komolyan gondolta azt, hogy ezen változtatni kell, és hihetetlen energiával betette magát ebbe, és közölte az IMF-fel, hogy ők nem fizetnek tovább. Vegyék tudomásul. Ez volt az első lépés, hát hihetetlen ilyen hajvékolás volt, mondani se kell, mindennel megfenyegették őket. Persze el is indult náluk egy bizonyos fokú infláció, ez az amaz, hát ahol lehetett, betettek neki. Erre azt csináltak, kérem szépen, az új államfő, hogy leállamosította az olajcégeket, állami kézbe vette, ebből is óriási botrányok voltak. De nem csak ezeket, a bankrendszert megváltoztatta, helyrehozta a Nemzeti Banknak a funkcióját, és egész egyszerűen olyan állapotot hozott létre, hogy kénytelenek voltak vele leülni, és az IMF engedett valamit, enyhített ugye a visszafizetési küzéken és tárgyalások alapján, részben elengedett pénzeket, részben pedig hát, ami még fönnmaradt, az azóta is törlözgetik, de most már könnyen, mert hiszen a kulcsiparágat, ugye amiből aznak az országnak igen nagy jövedelme van, azt megtartották és leállamosították. És ma ott tartunk, kérem szépen, hogy ez a Argentína, ez az utóbbi 10 évben, tehát 10 évvel ezelőtt volt a mélyponton, akkor volt teljesen kész, és a mai naphoz viszonyítva, kérem szépen, ez alatt az idő alatt 90%-kal nőtt a nemzeti össztermék. Tehát az előállított termékek összessége 90%-kal nőtt. Mi ugye tudják, hogy errefelé megyünk, meg stagnálunk, meg már 0,5% volna, akkor már örülünk. Már ez így néz ki. Igaz, hogy ezért borzasztó 3 évet kell az elviselni Argentinának. Ez igaz. De az is igaz, hogy azóta szövetségeseket találtak. Ma Dél-Amerika úgy tűnik, az egész Dél-Amerika ki fog tudni mászni, abból a hogy mondjam, beosztotti és gyarmati sorsból, amiben az Egyesült Államok bele akarta nyomni. Most már közös bankot hoznak létre, hogy teljesen függetlenedni tudjanak a Világbanktól, meg az IMF-től. Ezt úgy hívják, hogy a Délbankja. Ennek most már Brazília, Argentina mellett Brazília, Chile, Peru, tehát a dél-amerikai országok mind beszálltak ebbe és létrehozták ezt a Délbankját. Ami azt jelenti, hogy függetlenítik magukat ettől a
a világvonulattól, ettől a világuralmi törekvéstől, ettől a pénzügyi rabszolgatartó vagástól. Ez egy óriási munka volt, igen nagy árat fizettek érte, mert mondom, 2-3 évig igen rossz viszonyok között éltek, de azóta egyhuzamba mennek fölfelé. Tehát van rá példa, hogy bármilyen állapotból is fel lehet állni. De sajnos arra is van példa, hogy valaki ezt megpróbálja és nem tud fölállni. Erre is van példa. És bizony azt kell mondanom, hogy ha komolyan lehetne venni azt, amit a Fidesz vezetői hirdetnek magukról, hogy ők szabadságharcot hívnak, ugye meg hát ők a Nemzeti Együttműködés pártja, ugye meg kormánya, azaz azt akarják elmutatni, hogy minden a nemzet és mindent a nemzetért tesznek. Na de hát azt úgy nem lehet, hogy közben megpróbálok újabb hiteleket fölvenni, hogy közben nem a magyar ipart fejlesztem, hanem továbbra is a tőkés nagyvállalatokat hívom be ide, akikért még fizetek is, hogy bejöjjenek, mert tudják, hogy tudják-e. Mi fizetünk érte, hogy bejöjjenek. Utána mit csináljuk meg az infrastruktúrájukat, tehát a telephelyek, az amaz, hozzávezető utakat, vasutat, mindent az égvilágon. Egyébként az egész útprogram, amit itt végrehajtottak Magyarországon, kérem szépen, háromszor annyi, mint amennyire bárhol a világon, ezt is hozzá kell tennem. Ugye ezt is elsősorban a multik kedvéért kellett megcsinálni, úgyhogy irtózatos pénzünkbe kerül, hogy a multik ide jönnek, és tudjuk azt, hogy minden egyes jövedelmet, amit itt szereznek, nyereséget, amit itt szereznek, azt kivizik az országból. Méghozzá olyan valuta nem be, amelyben akarják. Most ezeket mind összeadják, hogy mit fizetünk rá. És még ugye tegyük hozzá, mert ezt kihagytam a privatizáció során, hogy ugye a teljes magyar bankrendszert is privatizáltuk. Hogy privatizáltuk? Hát úgy, hogy azok az urak, akik a spontán privatizációra ezt az óriási vagyont kimenekítették, ezek tudták, hogy a cégük csődbe fog menni, ezért eladták a céget, de miért eladták volna, gyorsan fölvették az összes létező hitelt, amit föl lehetett venni, még a magyar kereskedelmi bankoktól, utána ezt a pénzt kivitték, és ott álltak a bankok kifosztva, mindegyik bankot a magyar államnak fel kellett tőkésíteni, ahhoz, hogy ilyet fel tudja adni. Azaz, minden egyes bankot úgy privatizáltunk, hogy az tisztán nettóba ráfizetés volt az országnak, egy fillér haszna nem volt belőle. Ezeket azért érdemes tudni, hogy nem véletlenül alakult ki az a helyzet az országban, ami kialakult. Ezek olyan büntettek, amit nem... Szóval egész egyszerűen nem ennek az esze megállapodás végig gondolja. És közben ugye mi történt? Hát közben a mezőgazdaság is tönkretették, hiszen a legvidámabb barak korszakban ugye, akkor azért már a TSZ-eknek volt lehetőség arra, hogy kiadjanak földeket a tagoknak ugye saját művelésre, saját esetleg még piacra is lehetett vinni árut, kialakultak melléküzemágak, kezdett jövedelmezővé válni a dolog, meg kialakultak a piacai, meg voltak a magyar élelmiszeripari vállalatok, mint felvásárlók, mint biztos piac. Antal kormány eladta az összeset. Azt mondták, hogy most kiosztják ugye a földeket, TSZ-eket. Mi történt? Hát szerencsétlen magyar paraszt, különösen a kis paraszt, mert azért ma már vannak oligarchák a mezőgazdaságban is. Hogy kapták meg a földet? Hát nadrágszi parcellákban lehetett a falu egyik végén az egyik nadrágszíjat, másik végén a másik nadrágszíjat, és aki benne volt a burokban, ugye, még a régi világból, azok megkapták a jó földeket egybe, egy tagba, nagyban. Na most világos, hogyha a mezőgazdaságnak nincs piaca, se belső piaca, se külső piaca, mert nincs élelmiszeripar, akkor a mezőgazdaság termelése összeesik, visszamegy. Ez is törvényszerű. És az is törvényszerű lenne egy olyan országban, mint Magyarország, meg el tud látni 25 millió embert, hogyha nincs a mezőgazdasága. Annak ez egy borzasztóan fontos dolog volna, részben a foglalkoztatás szempontjából, tehát munkát tudna adni mindenkinek, a mezőgazdaságban működne az élelmiszeripar, munkát tudna adni, megélhetést tudna adni, és fellendíteni az egész mezőgazdaságot, hiszen a piac húzná maga után a termelést.
Na most, hadd tegyem azt is hozzá, hogy ezeket mindenhol elsütötték ezeket a dolgokat, ezeket az állomásokat, mert ugye az állami vállalatok privatizáció, az állami dereguláció, tehát az állam ne szóljon bele semmibe. Ma a piac saját magát szabályozza, a tőke is saját magát szabályozza, ugye a tőke szabad áramlását biztosítani kell, ezen a címen nem tudjuk, legalábbis nem vagyok benne biztos, hogy meg tudjuk védeni a termőföldünket, mert most már csak azt következhet, hogy azt is elveszik tőlük. És ezek mind tulajdonképpen külső nyomások történnek. Ilyen például a szociális kiadásoknak a visszafogása. Ilyen a béreknek a befagyasztása, vagy lehetőleg csökkentése. Akkor a külföldi cégek korlátlan szabadpiaci lehetősége. Ilyen a cégeknek kedvező, de csak a külföldi cégeknek, a nagy cégeknek kedvező adócsökkentések. A szakszervezeteknek a háttérbe szorítása. Ilyen a másikképp gondolkodóknak a kiiktatása a társadalom, hiszen gondoljanak bele, hát akármelyik rádió, televíziót hallgatják, tulajdonképpen egy olyan szócsőt hallgatnak, kis árnyalati különbségekről és kis eltérésekről eltekintve, amelyik folytatja azt az agymosást, amelyik elkezdődött 49-ben, aztán átváltott ugye a 90-es években, ugyanaz az agymosás folyik ma is az országban, mindent, ami magyar és ami a magyar kultúrának a része, azt lehetőleg lemocskolni, lezülleszteni, hogy lélekben is lezülleszék az embereket. Tehát nem elég anyagilag lezülleszteni a társadalmat, hanem tudatilag, lelkileg, szellemileg is ki akarják véreztetni ezt a társadalmat, hogy ne tudjon ellenállni. De miután még egyszer mondom, van rá példa, és ellen lehet állni. Ezért mindenképpen meg kell próbálni mindent elkövetni annak érdekében, még a jelenlegi kormánynak mellett is, hogy olyan irányba kényszerítsük őket, amelyik irányból várhatunk valamiféle fellendülési lehetőséget. Tulajdonképpen a Jobbiknak a nyomására indult meg az Orbánéknál az úgynevezett keletre nyitás, hiszen ezt mi eleve a programunkban is kimondtuk. Itt keresik most a piacokat, hogy szeretnék visszaszerezni a piacokat. De például az Alma piacot a volt Szovjetunió tagállamaival. Próbálkozunk másfelé is, Mohamedán országok felé is próbálkozunk nyitni. Mert ott van az energia, a gázolaj, az olaj, sok minden van, amit mi ki tudunk fizetni akkor, ha van saját mezőgazdasági termelésünk, ha van saját élelmiszeriparunk, feldolgozóiparunk, akkor itt mi is be tudunk állni a sorba. Ha a Fidesz komolyan gondolta volna, hogy ő most szabadságharcot kérdezett, volt rá 8 éve, kérem szépen. A 8 év alatt megtalálhatta volna a szövetséges. Részben a közép-európai országokban, részben esztek lettek Litvának. Ezek mind partnerek lettek volna abban, hogy megváltoztassuk azt az irányt, amiben Európa készíti ki ezeket az elnyomott országokat. A saját érdekében természetesen. Mert ugye az, hogy itt most megint Kecskeméten bővül ugye a Mercedes gyár, egy óriási megállapodást kötött az Orbán velünk, mert ők a jó globalista nagy tőke. Nincs ilyen kérdés. A tőke az tőke, annak megvan a viselkedési menete, nincs jó tőke, meg rossz tőke, mindegyik arra megy, hogy a lehető legtöbb extra profitot zsebre lehessen vágni. Ez pedig azt jelenti, hogy itt nem fizetem meg a munkaerőt, nem fizetem meg a bedolgozókat, mert így tudom előállítani olcsóbb a terméket, és tudok minél nagyobb hasznot begyűjteni. Tehát ha a Fidesznek ez fontos lett volna, volt rá 8 éve, megtalálhatta volna a szövetségeseket. Megtalálhatta volna a pénzügyi szövetségeseket is, hiszen van pénz az Európai Unión kívül is, meg van pénz az Egyesült Államokon kívül is. Ez azt is kell tudni, hogy az Egyesült Államok sokkal, de sokkal jobban eladósodottabb ország, mint Magyarország. Ugye ők is elkövették azt a nagy hibát, ami ellen annak idején megpróbált föllépni ugye az elnökük, akit aztán gyorsan le is lőttek emiatt, ugye?
hogy kiadták egy magánbank számára a teljes monetáris politikát, meg a teljes, tehát a Nemzeti Banknak kéne csinálni minden országban. Kiadták egy fedvezető bank magánbanknak, ahol a Rothschildoknak és ezek hasonló finanszíroknak van a tőkéje, és azt diktálják azt, hogy az Egyesült Államok mit történik. Ezért az Egyesült Államok, meg kell mondjam maguknak, egy borzasztóan veszélyeztetett ország, és nem sokáig fognak olyan jól élni, mint amilyen jól éltek az elmúlt 10 évben. És azt is hozzá kell tennem, hogy az egyik legnagyobb riválisa az Egyesült Államoknak ma Kína, mert Kínában van annak a pénznek a zöme, amivel az Egyesült Államok tartozik. Ezt kevesen tudják, de azért ebből ugye még komoly bonyodalmak lehetnek. Hozzáteszem, hogy az Egyesült Államokban vannak a országok, a munkanélküliség a háromszorosa a magyarnak. Pedig hát azért mi is bővelkedünk a munkanélküliekben. Tehát kemény dolog ez. Most ugye mit tud a Jobbik csinálni? Hát a Jobbik egyrészt nyomja erősen a kormány, jelenlegi kormányzópártot a keleti nyitás felé, próbálja ösztökélni arra, hogy ne váljon le az IMF-el, sőt, ha leáll vele, akkor alkudjáljon le vele. Tudnék, ameddig nem tudunk abból a présből kiszabadulni, amit ma a hitelek törlesztése és a kamatfizetés jelent, addig nincs pénzünk valóban semmire. Tehát ebből valahogy ki kell mászni, ezt nem lehet kigazdálkodni. Ezt egy ilyen körülmények közt lévő ország soha a büdös életben nem fogja tudni visszafizetni. Egyre rosszabb lesz a helyzet. Ebből következik, hogy le kell velük ülni. Erre érdekes módon az Orbán kormány és minden eddigi magyar kormány azt mondta, hogy ez nem lehet. Ez nem lehet. Na, akkor elvesztjük a bizalmat. Kérem, ez nem igaz. Ezt megtették a lengyelek, elengedték nekik. Egy jelentős részét az adósság. Ezt megtették a bolgárok, elengedték nekik egy jelentős részt. Megtették az írek, elengedték. Megtették most a görögök, elengedtek, most már kétszer engedtek el a görögöknek óriási pénzt. Le kell ülni. Le kell ülni, alkudni velük, meg kell nekik mondani, hogy döntsétek el. Vagy jó nektek az, hogy 10 évig vagy 5 évig most semmit nem fizetek, és majd utána kezdek törleszteni új feltételek mellett, vagy soha nem kapjátok meg a pénzt. Döntsétek el. Persze ennek van veszélye. Ma már van veszélye, mert ugye ez a csodálatos parlament, ezek a csodálatos kormányaink aláírták, kérem szépen, az Európai Uniónak ugye az alkotmányát, amik ugye elolvasták, ez is egy érdekes dolog. A parlament egyöntetően megszavazta, nem ebben a ciklusban volt, az előtte lévő ciklusban. És Schengeni alaptörvénnyel együtt, ettől a Schengeni, bocsánat, Lisszaboni szerződése együtt hatályba lép az úgynevezett Ferzeni szerződés. Mi van ebben a Ferzeni szerződésben? Kérem szépen ugyanaz, mint a Varsói egyezmény volt. Ha egy tagállamban olyan zavargások alakulnának ki, ami a helyi rendőrség vagy karhatalom nem tud megállítani, akkor a Ferzeni szerződés értelmében be lehet vezényelni az Európai Uniónak a közös csendőrségét. Ezeket kiképezték már évek óta, és képzik ma is. Így előfordulhat az, kérem szépen, hogy a csehek visszalőnek nekünk, elvégre mi is bevonultunk Csehszlovákiába a Varsói szerződés értelmében. Most, ha itt véletlen olyan zavargást törnek ki, akkor lehet, hogy a cseh hadsereg vagy a cseh karhatalom vonulna be az országba, illetőleg hát nem a cseh egyenruhájukban, hanem az úgynevezett európai csendőrség egyenruhájában. Tehát van egy ilyen veszély, és ez egy létező veszély. Ez hatályba lépett a Lisszaboni szerződéssel együtt. Én nem hiszem, hogy a Fidesz teljesen komolyan gondolta, amit hirdet, ezt a nemzeti szabadságharcot. Azt hiszem és úgy látom, hogy olyan módszerekkel, amivel dolgozik, nem is lehet ilyet végrehajtani. Ez már rég ki kellett volna alakítani a szövetségesi rendszert. És nem lett volna szabad meghátrálni. Nem lett volna szabad meghátrálni. Hiszen legutóbb most már az Orbán azt nyilatkozta, hogy
Brüsszelben, Strasbourgban, nem is tudom hol, hogy mondja meg az Európai Unió, hogy mit akar, mi mindent teljesítünk. Az átvezető nem működik érte. Ez így nagyon jó. Mert ameddig arra nem lesz pénze a magyar államnak, hogy a saját iparát, saját mezőgazdaságát elindítsa és feltámaszza, addig ebből az országban nem lehet csinálni semmit. Tehát ez az első feladat. Na most mit tudunk, mit tenni a túlélésére? Hát mi azt tudjuk tenni a túlélésére, és ebben igazat kell adnom mindenkinek, aki ebben a sorba leáll, hogy nem vásárolunk. Multiknál, amivel nem teszik tökre őket, de hát megmutatjuk, hogy nekünk nem jó, amit ők állunk. Megpróbálunk mindenben magyar terméket keresni, megpróbálunk lehetőséget adni arra, hogy újból kialakuljon legalább egy belső piaca a mezőgazdaságnak, de nem csak a mezőgazdaságnak, hiszen tudjátok, hát tönkrement a magyar ruhaipar, tönkrement a magyar cipőipar, hát ezek mind tönkrement. Ugye beengedték itt a kínai árut, kérem szépen, tudni kell róla, hogy Európai lenne elosztó központ, ugye Budapesten van a kínaiaknak, egész európai elosztó központjuk, hogy azt is tudni kell róluk, hogy számlát nem adnak semmiről, de álfás számlát pláne nem, kétféle pénztárgépet használnak, senki nem tudja leellenőrizni, hogy mi van. Ezt tudja a magyar kormány, ha máshonnan nem tőlem tudja, én ezt kiborítottam, ezt a bilit, senki nem foglalkozik. Pedig ugye, hát ennek köszönhetjük, hogy a magyar ciparipolipar kinyúlt, magyar ruhaipar kinyúlt. Tehát a Fidesz biztos, hogy nem fog tudni ezen a helyzeten változtatni. A Fidesz fut a hatalom után lehetően megtartani még további 4 évig. Hozzáteszem, ha a Bajnai féle vagy más irányzat kerül hatalomra, az még rosszabb lesz, ez is hozzátartozik ehhez. Nem akarok senkit rábeszélni, de valóban azt kell mondanom, hogy ma én nem látok más előtt és más olyan, hogy mondjam, társaságot, olyan pártot, ahogy tetszik, mint a Jobbik, ahol ugyan szintén örlődünk belső problémákkal, hiszen gondoskodtak arról, hogy legyenek belső problémáink, hiszen annak idején kérem szépen Pintér úr megmondta, hogy ő föl fogja szalámizni a Jobbikot, és majd ő megmutatja, hogy ő mit fog itt csinálni. Mindent elkövettek ellenünk, és elkövetnek ellenünk naponta. Ennek ellenére azt kell mondanom, hogy ismerve a programunkat, ismerve azt, hogy most már egyre szélesebb, egyre nagyobb körben van meg a tudomány felé is a kapcsolatrendszerünk. Én úgy látom, hogy ha valamilyen politikai erő ki tudja mozdítani ezt az országot ebből a borzalmas állapotból, amiből került az elmúlt 22 év alatt, az csak a Jobbik. Nem látok mást, van még egy lehetőség, ezt meg kell mondanom őszintén, ha a világon összeomlik ez az egész mocsos globalista pénzarisztokrácia. Erre is van esély, csak ki tudja mikor. Ugye ez a Szovjetunióval is így volt, biztosak voltunk benne, hogy előbb-utóbb összeomlik. Mert eddig minden birodalom összeomlott. Nem tudtuk, hogy mikor. Ezért az ország nem tudott kellőképpen fölkészülni, csak az a bagázs, amelyik a korábbi rendszert is vitte, az fölkészült rá. Úgyhogy én mindenkit arra buzdítok, hogy próbálja meg túlélni, próbálja meg azt is túlélni, hogy túl sok jót az elkövetkezendő 1-2 évben nem látok, és nem várok, de jegyezze jól meg mindenki, hogy van kiút, van mód arra, hogy rendbe tegyük ezt az országot. Ez valóban az kell, hogy megfelelő társadalmi háttere legyen ennek a pártnak, hogy az emberek tudják, hogy miről van szó, hiszen a legtöbb esetben arról van szó, hogy az emberek nem tudják, hogy miről van szó. Nem érzik, még mindig nem hiszik el, hogy tulajdonképpen ennek az országnak vége van, ha ez így megy tovább. Ez az ország megszűnik, kérem szépen. Lehet, hogy továbbra is Magyarországnak fogják nevezni, hiszen ma már ugye az egyik akadémikusunk, vagy egyetemi tanárunk ugye azt írta le, hogy Árpád tulajdonképpen zsidó volt, tehát a honfoglaló, vagy honvisszafoglaló magyarok, ugye, tehát ezek szerint zsidó volt.
voltak, és ezt le lehet írni a Magyarországon, hogy senki nem verte be a pofáját. Szóval, hogy mondjam, valóban az utolsó perceit éljük annak, hogy még létezik magyar állam és magyar nemzet. És ezt mindenkinek tudnia kéne. Mert aki nem tudja, hogy mivel áll szembe, az nem tudja fölvenni a harcot sem. És nem túlzok, amikor én azt mondom, hogy mi néhányan a parlamentben, akik az elevenükbe vágó dolgokat mondunk el, mi tulajdonképpen az életünkkel játszunk. Itt már végeztek ki embereket, kérem szépen Suba alatt, úgyhogy igen, hogy kivégezték. Ezt higgyék el nekem, és ezt nem sajnáltatni akarom magam, ezt önként vállaltuk. Csak mondani akarom, hogy tehát nekünk borzasztóan fontos azt hinni, és abba reménykedni, hogy vannak mögöttünk, akik egyetértenek azzal, hogy ezt nem lehet megszüntetni, ezt az országot. Hogy nem lehet kiradírozni ezt a nemzetet a világ térképéről. Hogy nekünk igenis van még lehetőségünk arra, hogy rendbe tegyük a dolgait. És ameddig ez a hit még él az emberben, addig nincs veszve semmi, mert ameddig az emberben hit van, és elszántság van, addig remény is. Egy dologtól mindenkit nagyon óvok. Nem szabad feladni. Én tudom, hogy borzalmas állapotok vannak. Hát a baráti körömben, az ismerőseim körében látom, hogy van olyan barátom, aki értelmes, okos, tanult ember, évek óta nem tud elhelyezkedni. Hihetetlen nyomorban él. Már mindenét eladta. A következő lépés már az lesz, hogy az utcán fog aludni. Szóval hihetetlen, hogy mi történik ebben az országban az emberekkel, tehetséges, okos emberekkel is. És ugyanígy van sajnos tanulatlanabb, kétkezi munkás, vagy segédmunkás emberekkel is nem tudnak elhelyezkedni. Vagy igen, olyan pénzért, amiből nem lehet megélni. A lakást nem tudják kifizetni, a legolcsóbb lakást nem tudják kifizetni, amikor a bérből alig van. És mégis azt mondom, hogy nem szabad feladni. Nem szabad feladni. Ilyenkor mindig az jut az eszembe, hiszen ezt olvastam olyanokat, visszaemlékezéseket írtak a szovjet táborokból, akik hazajöttek, hogy aki feladta, az belehalt. Nem szabad feladni. És ez egy nemzetre is igaz. Ha egy nemzet feladta, vége van. Nem szabad feladni. Higgyenek abba, hogy tényleg mindent megpróbál az ember, és van olyan közösség most már, amelyik ezt borzasztóan fontosnak tartja, és amelyik vállalja azt, hogy harcol is érte, kőkeményen csak kell vele is valami. De még ha mégis játsz ezt a harcot. És ebbe segítsenek azzal, hogy vannak, hogy velünk vannak, hogy velünk éreznek, hogy segítenek te minket. Köszönöm szépen.